Az előadásomban Kondor Béla művészetének interpretációs megközelítésével fogok foglalkozni. A szakirodalom gyakran Kondor Béla életéből indul ki az elemzéshez, majd felületes ikonográfiai értelmezést adnak a műveknek. Célom a festményekből kiinduló megközelítés, amihez a tér, idő és tömeg fogalmait veszem alapul. Az elemzés tehát a figuratív festészet általános megközelítésének kidolgozásával kell kezdeni. A figuratív festészet a tér, idő és a tömeg hármas alapszerkezetére vezetem vissza, amelyek mind az alkotó, mind a befogadó számára megválaszolandó ontológiai alapkérdésekként, alapstruktúrákként merülnek fel. Az alkotót anélkül képtelen a művet létrehozni, a befogadó pedig a percepcióban közvetlenül, megkerülhetetlenül és különösebb ráfigyelés nélkül észleli a létrehozott viszonyokat. Állításom az, hogy amennyiben ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, kibontakozik a mű viszonyrendszere és értelmi horizontja. Minden figuratív mű megformálásával ez a viszonyrendszer lép érvénybe, így például az ikon esetében is, amely hangsúlyát az időre helyezi, és azon belül az örökké valóság ábrázolására törekszik. Ennek következtében a tér teljes redukálásra kényszerül, hogy az alak kiszakadjon minden lehetséges földi vonatkozásából, ami őt az időbeliségéhez köthetné. Az aranyfüst így nem csak mint dicsfény jelenik meg, sokkal inkább a teljesen redukált tér mintája lesz. Amennyiben egy festmény történetet ábrázol, egyik lehetséges módja rá a narratív idő, amely egy eseménysor kiragadott pillanatát jeleníti meg, anélkül, hogy az eseménysor idejét egy pillanatnak képezné le. Ilyen például Masaccio Kiüzetés a paradicsomból freskója, mely feltételezi, hogy a kép által ábrázolt pillanat egy időbeli sorba rakható, és a kép egyszerre érzékelteti a pillanat okait és okozatait. Ez más, mint a termékeny pillanat. Ott nem egy egyenrangú sor kiragadott képét látjuk, hanem a csúcs pillanatot, ami minden előzményt és következményt lehetségessé tesz. Egy kép ideje még lehet szimultán, időtlen, végtelenített, és így tovább. Ezek csak a leggyakoribb időmegjelenítések. Sokszor köztes vagy másként felfogott megfogalmazásokkal találkozhatunk. A tömeg, az alakok illusztráció jellege egyrészről ennek a narratív időnek a következményei, másrészről a történet lekövetéséből fakadnak. Amennyiben a történet az alakot attribútumokkal ruházza fel, úgy a festményen a felismerhetőség jegyében ezek viszont ábrázolásra kerülnek. Így a tömeg nagysága, súlyossága, megformálása nagyban függ a külső szöveg tartalmától. Az illusztráció csupán a tömeg megfogalmazásának az egyik lehetséges összetevője. A tömeg ezen felül mindig sajátos, mivel minden képen szereplő elem térben kivívott helye, és a térben vagy egy másik elemre kifejtett erővonala szerint változik. Mindezek igen szorosan kapcsolódnak Kondor Béla művészetéhez. Az 50-es évektől a 70-es évekig tartó életmű nem követte a kor népszerű megformálására adott válaszait. Egy életmű egységességét és sajátosságát az előbb tárgyalt alapstruktúrák határozzák meg, ezért tisztába kell lennünk a lehetséges megformálási és megfogalmazási módokkal ahhoz, hogy megértsük, hogy egy mű mit utasít el és mit állít. Kondor festészetének súlypontjai az idő és a tér alapstruktúráin nyugszanak. Mindkét esetben nem tiszta megformálásról beszélhetünk, hanem köztesről. Ez a köztesség, vagy inkább közöttiség, mely leginkább meghatározza a képeket. Egyfajta küszöb állapotról van itt szó. A küszöb két teret választ el egymástól, egyszerre kijárat és bejárat, vezet valahonnan valahová, elválaszt és egybekapcsol. A küszöb pillanatnyi jelenlétbe kényszerül, áthaladunk rajta, de se sem vagyunk a saját terébe, mert szinte nincs is tere. A küszöb addig határol, ameddig egyik térből tekintünk a másik felé, de az átjárás lehetőségét nem zárja ki. Az áthaladás pillanata töredék szinte nincs is. A küszöb állapot e szinte nem létező pillanatnyiság és a látszólag nem létező tér. Benne lenni nem más, mint két tér között rekedni egy nem létező időpillanatban.
ha valaki nem a küszöbtől elvárt funkció szerint közelít hozzám, azaz a dolgok mindennapi folyását megtörve nem pusztán áthalad ki vagy belép azon keresztül valahonnan valahová, hanem megáll rajta, akkor a küszöbb határ szituációja, határ állapota, tere és ideje feltárulkozik. Küszöbben állni nem más, mint két tér között kitaszítva lenni, mely egy új példája a Michel Foucault-i heterotópiának. Foucault jelzi, hogy a heterotópia nem csak egy térviszonyt, hanem egy időviszonyt is jelent, heterokróniát. A köztes tér a köztes időt is magával vonja, de a szűkös sehol tér és nem idő vajon miféle erőként torzítják az alakokat. Gondor festményein a tér a síkba törekszik, a vékony és szűk alapok, amelyeken a figurák állnak, az összeomlóban lévő tér utolsó védőbástyái. Így például az emberpár, a forradalom angyala, Dante és Vergilius, vagy Ezekiel angyala bemegy a házba képeken, a sík alakok a sík háttérbe olvadnak, de lábaikkal a térbeliség minimális lehetőségét fenntartó alapon állnak. Ez az alap néha már kötélszerűen szűkül össze, és mint a forradalom angyalán a szárnyas géniusz szinte egyensúlyozni kényszerül. Metaforikusan a két tér az evilág urbanizált technicista helye és a túlvilág tere, amelyről csak a szakrális figurák vagy a figurák szakrális jelenségei tanúskodnak. Legvilágosabb példája ennek a forradalom angyala, ahol a kötélszerű, szűk téren egyensúlyozó gigantikus szárnyas alak, akár golya titánja nem találja a helyét vagy terét. Míg az alak szinte túlfoglalja a kép határait, addig a vékony síkon az urbánus háttér előtt ágyús katonaság sziluettje igyekszik kitaszítani, szorítani az idegen elemet a saját teréből. A túlvilági térképzetét az alak idegenségén túl a háttér homogén, ikonszerű háttere adja. A korábban már említett időtlen tér és az evilágiságból való kiszakítás ókeresztény megoldása a tér redukálásával és a háttér homogén aranyfüstös elfedésével lett elérve. Ez az ikonszerűség leginkább a Maskarák, Savonarola és a Darázs király című képen jelenik meg. Ezeken a festményeken aranyháttér van, de nem egyszerűen síkszerű, dekoratív megjelenéssel, hanem sötétedési, sűrűsödési pontok vannak benne, úgyszólván faktúrává válik, és ezzel fellazult sík térszerű benyomást kelt. A metaforikus köztes tér tehát a megformálásban a homogén síkszerűség és a térbeliség között oszcillál. Az ikonszerű képek szereplői többé már nem vagy nem ugyanazok a szakrális személyek, aki az égi szférán keresztül megjelenik a földi szféra számára. Alakjai a hétköznapi ember vagy a szentségétől megfosztott ember. Ezek az ikonok nem megjelenítenek, csak megjeleníteni akarnak, de erre már nem képesek. A kondori ikonok szereplői megfosztottak szakralitásuktól, akik épp ezért vágyakoznak és szomorkodnak elvesztett kapcsolatok iránt a transzcendenssel, így például a Darázs király tragikus alakja is. Vagy soha nem is volt kapcsolatuk, de keresik azt, mint a fali szekrény esetében. A szereplők így megrekednek a két tér között. Az egyik azért, mert elvesztette hajdan volt szentségét, de még mindig nem teljesen független tőle, a másik azért, mert bár sose volt közel a transzcendenshez, keresése folytán kimozdul a profán állapotából és környezetéből, így nem találva helyét egyik szférában sem. A heterotópikus tér következménye a heterokrónikus idő. Metaforikus szinten a végtelen idő és a földi idő dihotómiájában jelenik meg, ami a megformálásban az idő narratív és időn kívüli ábrázolásában kerül bemutatásra. Feltéve újra a kérdés, vagyis hogy hogyan hatnak mindezek az erők az alakokra. A kitaszítottság, a sehollét, a megfosztottság magányos figurái lesznek az alakok, míg az arcok a statikus szomorúságába fagynak. A megformálásban kihangsúlyozott kettősségek és kettő közöttiségek visszatérő elemei a szakrális és a profán. Ezt eddig a témaválasztás és a szimbólumok használatával kapcsolatban került elő elsősorban. Viszont lényeges részét képezik a mű típusának megválasztása is.
Már szó esett az ikonról, mint meghatározott típusról, de mellette előkerülnek még a szárnyas oltárok, mint a Katalin oltár, vagy keresztrefeszítések, Krisztus 2. Ezek esetében felmerül a képek transzcendentális szándéka, mely a topzódó vallási motivumkincs tükrében lényeges kérdésként megfogalmazható. Miféle kapcsolat áll fenn a képek sokszor vallási motivumai és a mű típusainak anakronisztikus funkciói és a velük szemben álló groteszk profán elemek között? A formanyelv territórium harcáról lehet szó. A művészet történetében ez nem más, mint a forma megfosztása a vallástól. Ezek a szakrális formák és funkciók mumifikálódtak hordozó típusaikba, mint az ikonba vagy a szárnyas oltárba. Ezek anakronisztikus újrahasználása, vagy a formakincs használata a mumifikált test élettelenségét és méltóságát hordozzák. Használatuk nem több, mint a vallást tanított világ lenyomatai, idézetek, amelyeknek érvénye nincsen, de hatása van. De miről szól mindez az alakok szintjén? Nem a túlvilág reményéről és a hit megváltásáról, hanem a világba szentelt hit megtöréséről, kiútkeresésről, mely lehet sehova nem vezet. A szakrális, a túlvilági, a transzcendens, ami már csak a tárgyakban van jelen, referencia nélkül. Végül a tömeg kérdése merül fel. Az attribútumok és szerkezetek számos képen feltűnnek. Az attribútumok többnyire visszatérő elemek, mint a virág, a bor vagy a szárnyak. Ezek a visszatérő elemek az alakokat egészítik ki, mint egy protézisként jelennek meg. A szerkezetek egyik csoportja technikai jellegű. Képein gyakori elem a repülőkettősége, ami egyrésztről képes az embert az égre eljutatni, és ami másrésztről képes a háborúba bombáival házakat, városokat lerombolni. Ugyanezt tükröződik vissza az angyalok óvó és pusztító természetében is. Vannak űrangyalok, akik védelmeznek és oltalmaznak, és vannak pusztító, gyilkos, bukott angyalok. A repülő mellett előkerülnek még a tákolmányok, amelyek gyakran egész tornyokat alkotnak. A szkafander, amibe Ezekiel profétát öltözteti, és a hibrid lények, amelyek bár organikusak, és a természet vagy a teremtés képződményei mégis részben mechanizálódnak. Ezek a félig gép, félig organikus lények a metamorfózis jellegét viselik magukon. A darás király kezébe tartott gépszerű darás, vagy a bukás, Szent Antal megkísértése című kép, zuhanó démon figurájának műholdszerű egyik szárnya, mint az organikus test technikai vírusa lenne. A vírus megfertőzi, és új közösséget alkot a testtel, mint egy kibernetikus organizációk jönnek létre. Mintha a zuhanó szárnyas alak bukásának egyik oka épp a műholdszerű szárny funkciótlansága lenne. A szerkezetek másik csoportja a nonfiguratív konstrukciók. Ezek éles vonalak meccéséből összeálló kusza többdimenziós négyzetrácsok. Misztikus idegenség, organikus önálló létezés hatja át őket. Ezek a nehezen megközelíthető elemek mindig az ismeretlen és érthetetlen szemében kerülnek elő. Kettőséget képez a szembenállást, az oppozíciót az alakokkal. A fej konstrukcióval festményen a konstrukciót vizslató arc konstrukció felé eső része hasonlóan vonalassá strukturálódik a képen, mintha megvilágítaná vagy árnyékot vetne a szerkezetiség. A vizsgálódás tárgya tehát visszahat a vizsgáló személyére. A teret kivívják maguknak ezek a tömegek, terjeszkednek, mozgásban vannak. A tömegeknek ezt a két fő típusa, tehát az alakok és a konstrukciók azok, amik a kép terének uralására törekszenek, térfoglalásuk egymással párhuzamos. Kérdéses, hogy ezek a konstrukciók létezése az emberben, az ember felett vagy az ember ellen vannak-e. A viszonyrendszer feltárásával és az alapkérdések megválaszolásával egy autonóm interpretációt kívántam kibontakoztatni. Kétségtelen, hogy az alkotó aktus egy folyamat, ráadásul egy olyan folyamat, mely mozgásban, újra meghatározásban és képlékeny alakulásban van, de az ezekből következő véletlen faktora nem kell, hogy pszichoanalitikus, kultúrtörténeti vagy más egyéb külső alapokra helyezze a mű értelmét. Az elemzés célja részben épp azt hivatott felmutatni, hogy a mű létezésének alapja egy viszonyrendszer, ami önmagában hordozza az értelmi horizontot. Köszönöm a figyelmet!